A képeinken látható ivókutat avatták ma fel a Lestár téren elhelyezkedő romkertben. Az ivókút megépítése és a környezetrendezés már 11 évvel ezelőtt felmerült a Kecskeméti Városszépítő Egyesület ülésein ötletként. A korabeli piacok helyén a környezetbe illő ivókutak kerülnek elhelyezésre. Ez nem csak hasznos lenne az ide látogatók részére, hanem méltó emléket is állítana a korábban itt folyó árusítási szokásoknak. A korabeli piacok emlékére állított kút a romkertbe látogatók számára a felfrissülés mellett esztétikai szempontból is fontos. Ez a terület már kialakult egy ilyen találkozási pontnak itt. Aki erre jár, az látja, hogy itt fiatalok összejönnek, kicsit el lehet bújni, kicsit a szerelmeseknek is ez egy meghittebb környezetet jelent, és mellette akkor egy kicsit otthonosabbá is válik. Kecskemét városa törekszik arra, hogy minél több szökő és ivókutat hozzon létre. A ma felavatott kút többek között a Városszépítő és a Farkas P. József vezette Porta Egyesület közreműködésével jöhetett létre. A kút kialakítását Bozóki István kőfaragó mester végezte, valamint Ulrich Gábor képzőművész a Barátok templomának egyik ablakának kicsinyített mását tervezte meg az építményre.